percekkel fog összeülni a Brüsszelben az uniós rendkívüli csúcs, amelynek az egyik legfontosabb napirendi pontja az lesz, hogy hogyan alakul a közeljövőben Oroszország és az Európai Unió viszonya. A helyzet rendkívül komoly. Oroszország katonai erővel jelen van Ukrajna területén, egy szomszédos államnak a területén. Civil áldozatokról is be lehet már számolni, és sajnos elég valószínű, hogy újabb civil áldozatai lesznek ennek a konfliktusnak. Itt kellett ezért lennünk, ide hívtuk el barátainkat, hogy felszólaljunk az ellen, hogy nehogy újra a dzsungel törvényei vegyék át az irányítást az európai kontinensen. Azért is vagyunk itt, hogy felszólítsuk a magyar kormányt és Orbán Viktort, hogy ne hallgassanak az ukrajnai helyzetről, adjanak tájékoztatást a magyar közvélemény számára arról, hogy mi történik Ukrajnában, mi a helyzet a magyar kisebbséggel. Vélt gazdasági érdekek mentén ne osszák meg Magyarországot. Azért is vagyunk itt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy azoknak a gazdasági szankcióknak, amelyeket az Unió be fog vezetni Oroszország ellenében, minden oldalon lesznek vesztesei. Azonban az értékeink és az elveinknek nincsen áruk, azokat semmilyen körülmények között nem kívánjuk feladni. Végezetül szeretném arra felszólítani a magyar kormányt az Együtt PM nevében, hogy függessze föl az egyébként is súlyos kritikákkal illetett paksi beruházásnak az előkészítését, mindaddig, ameddig Ukrajna területén orosz csapatok állomásoznak. És végezetül szeretném felszólítani a magyar kormányt arra is, hogy ne menjen szembe az Európai Unió által vitt politikának, hiszen az Európai Uniós tárgyalóasztalokon ezeket a politikákat, ezeket a döntéseket mindig támogatja Orbán Viktor és a magyar kormány. Csak a magyar közvélemény felé él mindig a kettős beszéddel. És végezetül még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az Együtt PM az európai értékek mentén politizál, az Együtt PM az európai értékeket szeretné közvetíteni a magyar társadalom felé, ugyanis valljuk azt, hogy Magyarország akkor volt sikeres, amikor az európai közösség felé közeledett, amikor az európai értékek mentén politizált. Ezt szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő politizálásban is az Együtt PM részéről. Köszönjük, hogy itt voltak, és még szeretném felhívni arra a figyelmüket, hogy most egy élő performance fognak látni aktivistáinktól, ami azt fogja jelenteni, hogy egy tájin konstrukcióban mindenki le fog feküdni, és egy papírlapot fog tenni a hasára. Úgyhogy szeretném még, hogyha ezt is megnéznék, és utána kérdéseket lehet majd feltenni nekünk is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.